A LED villogtató program folytatása. No, hát akkor tervezzünk egy áramkört. Én most gyorsan papíron fogom megrajzolni, persze a fog a filcem. Ez a buta négyzet itt középen, ez lenne maga a mikrokontroller. A legfontosabb dolgokat azért az elején beszoktam jelölni, hát először is ugye a távfeszültséget, ez a negatív pontja, GND-nek is hívják. És akkor ugye itt a pozitív oldal, plusz 5 volt, hát erről a feszültségről működik a kontroll, és nem felejtjük el, a táplába akkor mindig rajta van az a bizonyos 100 nanofarád, ami hidegít. Ja, nagyszerű. Csak az egyszerűség kedvéért beleírom, hogy ez a mikrokontroller, nehogy valami másnak gondoljátok. Ja, pozitív, negatív, jó. Na, és akkor kezdjük el az érdemi munkát. ICSP csatlakozó. Tudjuk, hogy 5 vezeték, ebből 2-t berajzoltam, mert ez a távfeszültség. Aztán van egy olyanunk, hogy PGD. Ez a DAT, azaz adatok. Programming DAT. Aztán van egy PGC. Ez a programming clock. Ugyanis ütemezve kerülnek be az adatok. Az órajel szerint. Oda is írom. Tényleg csak a gyengébbek kedvéért, hogy ez az ICSP csatlakozó számára, hát fenntartott lábak, persze használhatnánk. Aztán jogosan mondhatjátok, hogy hát persze van egy harmadik, amit úgy hívunk, hogy VPP, azaz programozó feszültség. Hát innen tudja a mikrokontroller, hogy programozás van, és nem hát normál üzem vagy kiolvasás, hogy erre a programozó lábra feszültséget ad, ezt mi bemenetként használjuk, ezért egy felhúzó ellenállás segítségével, ugye ami az 5 voltra húzza föl a lábat, ide egy kapcsolót tudunk bekötni, a kapcsoló megnyomás, akkor ugye ez a láb, ez testre fog kerülni. Ja, oda is írom, hogy ez egy kapcsoló, nagyszerű. Aztán tudjuk, hogy az alapkapcsolásunkban, amit most kiegészítettem egy kapcsolóval, ja, visszatérve a VPP-re, szóval nem mindegy, hogy mekkora terhelő ellenállást rakunk oda. 10 kiló ohm, vagy annál nagyobb értéknek kell lenni, erre azért figyeljünk, hogyha ezt a VPP lábat bemenetként használjuk. Ez a Master Reset láb egyébként, amit most mi IO-ként programoztunk. Nos, tehát visszatérve az eredeti kapcsolásra, ugye van egy ellenállásunk, áramkorlátozó soros ellenállás a ledecskénknek, ezt azért még ide berajzolom. Ugye hát 5 volthoz, mit tudom én, 330 ohm az egy ilyen korrekt érték. Az előtét ellenállás ilyenkor ilyen 10-20 milliamper körül enged a ledecskére áramot, jól fog világítani, majd meglátjátok a videóba. No, aztán mondhatjátok, hogy még hiányzik a kontrollernek 2 kis lábacskája. De azért itt most gyorsan beszámozom, hogy tudjam, hogy ez a 7-es kivezetése, 6-os, ugye ez a 2 ICSP láb, aztán a negatív az a 8-as, illetve a pozitív az 1-es láb. Ez a Master Reset láb, ez a 4-es láb, amit én most egy kapcsolóval egészítettem ki, és akkor ugye az 5-ös lábon van ez a ledecske, mint kimenet, ugye rákötve, és akkor most jön az, hogy 2 láb hiányzik, ami nincs jelenleg főhasználva, ugye a 2-es és a 3-as lábak, oda is teszek ilyen X-eket, hogy ezek egyelőre nincsenek használatban. Aztán oda szoktam írni emlékeztetőnek, hogy hogyan hivatkozik rá a program, ugye ez az A portja a mikrokontrollernek, és akkor az A5, A4, aztán O3-as, ez azért lesz majd fontos a későbbiekben, mert meglátjátok azt a felhúzó ellenállást, azt nem is fogom én berakni az áramkörbe, hanem a mikrokontroller saját felhúzó, itt eltévesztettem, az A0 akarott lenni, tehát saját belső felhúzó ellenállását fogom használni, de majd így hivatkozunk a programba, hogy A4, A2, A0, A1, A2, A3, A4 és 5, tehát ilyen nevekkel hivatkozunk a programba ezekre a lábakra. Na hát akkor lássuk, hogy mi is történik. Szóval itt van az alapprogramunk, én kiegészítettem 2-3 kis újdonsággal, ugye a varázslót elindítottam, beírtam azt a kis múltkori programot,
ott mutatom, hogy van egy H-fájlunk, oda be van inkludolva egy pár dolog. Most először is az órajel, ugye 4 MHz, az maradt. Aztán, na nézzük meg, ez a put, ez a power up timer, ez a késletet és a bekapcsoláskor. Aztán van egy ilyen, hogy a master reset láb az ugye IO-ként van használva, illetve azt, hogy én beszoktam kapcsolni ezt a code protected dolgot, hogy ne lehessen kiolvasni a mikrokontroller programját, ha illetéktelen kezekbe kerülne. Na, aztán nézzük csak. Szóval bekerült ez az új sor. Én itt definiáltam egy LED szócskát, ami helyett ő behelyettesíti ugye azt, hogy pin a kettő. Tehát, hogy ha azt írom be a programba, hogy LED, akkor ő azt fogja behelyettesíteni, hogy pin a kettő. Nem röhögni. Na, és akkor a main programba bekerült még egy ilyen, hogy port, a, pull, ups. Tehát a port án a felhúzó, az a hexa 08. Ez azt jelenti, hogy ugye a 8-as hexa értéken levő lábat, lábnál bekapcsolja a belső felhúzó ellenállást. Na most, hogy mi ez a 08 hexa, ezt meg tudjuk nézni. Itt van egy olyan konverter. Ez tényleg csak a kezdőknek van, de ez egy nagyon klassz dolog, ezt lehet azért használni. Beírom ide a hex értékhez, hogy 0,8, erre vagyok kíváncsi, és alatt az a bináris, az lesz a fontos nekünk. Na most visszafelé A0-tól, tehát jobbról balra A0-tól megyünk szépen A1, A2, A3, és látjátok, hogy az 1-es az oda az A3 helyi értékhez van beírva. Ez azt jelenti, hogy az A3-as lábat fogja fölhúzni, a többit nem. Tehát ez a hex 08, ez erre vonatkozik. Aztán lett itt egy olyan sorom, hogy unsigned int 16 i egyenlő 500. Ez egy változó. A C nyelv az erősen típusos nyelv, változókkal dolgozik, ez egy integer típusú változó. Most a súgót elindítottam, beírtam, hogy integer, szépen ki is hozzá itt, hogy milyen tartományban vehetek föl én ehhez a változóhoz számokat. De ott az int 16, ugye ott van, hogy unsigned, tehát előjel nélküli. Egyébként itt mutatja a méreteket is, hogy hát mi fér bele. Na, ez az unsigned, ez az izgalmas nekünk. Előjel nélkül ott van az int 16-ost, ha megnézitek, akkor 0-tól 65.535-ig vehet föl értékeket. Ha előjeles számot szeretnék használni, akkor ugye egy int 8-nál mínusz 128-tól plusz 127-ig, int 16-nál pedig 32.768-tól 32.767-ig. De azért van ott különbség, mert a nullát is beleveszi. De látjátok, nekünk az unsigned, tehát az előjel nélküli fog kelleni, mert abba bele fog férni azért, ha 500-at vagy 1000-et állítok be, vagy akármilyen számot, de nullától 65.300. Jó. Na nézzük csak. Azt mondja, unsigned int 16 i egyenlő 500. Ez azt jelenti, hogy van egy i nevű változóm, ami unsigned és int 16 méretű, és kezdő értéket megadtam neki, ez az i egyenlő 500, ez azt jelenti, hogy már az indulásnál az i értéke az vegye föl ezt az 500-at. Most, hogy a késleltetéseknél látjátok, beírtam, hogy i. Ez azt jelenti, hogy szépen be fogja helyettesíteni az i-nek az értékét. Na, fordítsuk le ezt a programot, nézzük meg, hogy tényleg berakja az 500-at. Jó, létrejött a program, hiba nélkül. Alul. Egyébként ezt mindig fogja mutatni, hogyha esetleg hiba van. Jó, elindítom a kis programozómat, ugye auto import, bekapcsolom a tabfest. Jaj, de jó, villog a ledecském. Nézzük csak meg. Szóval ott lehet látni, hogy most a programozó éppen beégeti a programot a mikrokontrollerbe. Elindult a program, hú, de jó, villog a ledecském. Tényleg behelyettesítette az 500-at. Mert fél másodpercig sötét, fél másodpercig világos. Na, aztán. Ugye ezt az 500-as értéket, ez azért jó ezt a változót használni, mert hogyha én nem ugye 500 millisekundumig akarom villogtatni, hanem mit tudom én, csak 100 millisekundumig, hogy gyorsabban villogjak, nem kell mind a két helyen átírnom, elég csak ott,
az i értékét fölveszi, na fordítsuk, lenézzük meg, hogy tényleg gyorsabban fog-e villogni. Tará, tényleg gyorsabban villog. Hú, de nagy májerek vagyunk. Már tudjuk használni a változót, legalábbis az integer típusú változót, ami ugye szám lehet. Azért beszélek ilyen furcsán, hogy megszokjátok. Na, amit kimaradt egy apró rész, hogy az a definiált lett szócska, az most hogy is kerül a képbe. Gyakorlatilag nem kell mindenhova azt a PIN A2-t majd beírnunk, hanem elég a lett szócskát beírni. Ezzel hivatkozunk arra, hogy oda szépen tegye be ezt a szócskát. Most átírom 10-re, tehát csupán 10 millisekundumot fog fölvenni az i változó értéke, illetve 10-et. Jól lehet is látni, hogy villog. Hú, de szuper. Nagyon jó. Ugye 10 millisekundumnál sokkal-sokkal gyorsabban villog. De csak hogy lássátok, oda teszem a kezemet. Tényleg sokkal gyorsabban villog. Hát köszönöm, hogy végignézted a videómat. Remélem, hogy tetszett. Ha úgy gondolod, iratkozz fel a csatornámra, hogy időbe hozzájuthass hasonló videókhoz. Sziasztok!